A Röszkei 100 holdas pagony óvoda és zsebibaba bölcsöde óvodásait és családjukat szeptember 28-án paprikás családi napra várták az intézményben. A családi napon a gyerekek kipróbálták a legújabb kültéri játékokat, és a röszkei paprikát is megtanulták felfűzni a helyi nyugdíjasoktól. A program része volt a Magyarország Szeretlek országos rendezvénysorozat röszkei eseményeinek. Ez a mai rendezvényünk, ez egy nyertes pályázatunknak a záró programja, amiről nagyon boldogan számolok be, hiszen ennek a tartalmi megvalósulása, ez külső-belső megújulást hozott nem csak az óvoda életében, hanem az eszközök tekintetében is. Sok-sok pályázaton vettünk részt, és ezt mind beforgathatjuk majd, hogy gyermekeink személyiségét minél sokoldalúban ki tudjuk bontakoztatni. Ugyanakkor olyan eszközöket, anyagokat is beszerezhettünk, ami a gyerekeknek újdonságot, varázslatosságot hozott az életébe. Például új fektetőink vannak, amin most már kényelmesen tölthetik a déli pihenőidejüket, kis futóbicikliket vásárolhatunk ebből a pályázati pénzből, sok-sok színvonalas rendezvényt tudtunk lebonyolítani. Egy ilyen rendezvény ez a mai is, ez egy családi nap, ahol meghívjuk anyukákat, apukákat, nagymamákat, testvéreket, de civil szervezet is jelen van. Az idős nyugdíjas klub tagjai énekelnek nekünk paprikahasítóban régen énekelt népdalokat, paprikát fűznek, és jön Tengeri Attila, egy zenetanár, aki ilyen ritmus improvizációkat fog itt kicsalogatni felnőttekből, gyerekekből egyaránt, valamint Ugrálóvár is színesíti a programunkat, és nem utolsó sorban átvehetik, birtokba vehetik gyerekek azokat a mászókákat, amiket most telepítettünk ide ebből a pályázati pénzből, sok-sok szülői segítséggel. Meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem apukáknak, anyukáknak azt az áldozatos munkát, amit időt, energiát nem kímélve ide a mi óvodánknak szántak, és ennek a végeredménye, hogy ekkora a családi napra elkészült minden mászókánk a helyére került itt az udvaron, gumitéglával, homokággyal, hogy a gyerekek biztonságosan játszhassanak a mi udvarunkon. Ez egy rendkívül jó dolog, hogy ugye a gyerekek a szülőkkel együtt tölthetnek el egy délelőtöt. Én arra lennék kíváncsi, hogy a szülők is ennyire lelkesek tudnak lenni, tehát ők is azért mindent megtesznek annak érdekében, hogy tényleg itt egy délelőtöt eltöltsenek az óvodába? Hát abban reménykedek, hogy igen, ugyanis ez még nálunk nagyon kis gyerekcipőben járó dolog. Most szeretnénk a szülőknek fölhívni a figyelmét arra, hogy milyen jó dolog az, amikor kötetlenül együtt eltölthetnek egy ilyen délelőtöt a gyermekükkel, megszervezett programokon, ahol ismerkedhetnek a gyermek pedagógusával, Daduska nénivel, és jó ízűen beszélgethetünk az itt töltött időről, mert ez mind-mind a gyermeknek a fejlődését szolgálja, és hogy egyre jobban, egyre biztonságosabban érezze magát itt ebben a környezetben. Úgyhogy én remélem, hogy kihasználják ezt a lehetőséget a szülők, és nagyon jó kis délelőtöt fogunk itt együtt eltölteni. Ugye szó volt itt paprikafűzésről és paprika hasítóban énekelt dalokról is. Mit szóltak a nyugdíjasok akkor, amikor megkérték őket arra, hogy a paprikáról, az akkori életről egy kicsit meséljenek, és ezt próbálják becsempészni az óvisok életébe is. Boldogan vállalták, és el tudom mondani, hogy két nyugdíjas klub működik itt Röszkén. Az egyik nyugdíjas klub tagjai már csütörtökön itt voltak, és együtt főztek a gyerekekkel paprikás krumplit, megvendégelték őket, gyerekek pedig énekeltek, verseltek nekik, és nagyon-nagyon boldogan tapasztaltuk azt, hogy mennyire egymásra találtak, és milyen boldogság volt mind a két generációnak. A kicsik is örültek a szinte dédmamáknak számító nénikéknek, és a nénikék is boldogan hallgatták a kicsiknek a csacsogását, és örömüket lelték benne, hogy együtt lehettek itt egy délelőtöt velük. Most pedig a másik klubtagjai vannak itt, és ők azok, akik pedig
népi ruhákba beöltözve énekelnek, beszélgetnek, együtt fűzgélnek a gyerekekkel paprikafűzéreket, és ők is nagyon boldogan vállalták ezt a feladatot. Gondolom, hogy majd ők is ugyanolyan jól fogják érezni magukat, mint akik csütörtökön itt voltak nálunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és... Nagyon nagy szerencsénk volt itt Röszkén, hiszen az óvodának már volt egy kész koncepciója a Szent Mihály napi ünnepekre vonatkozóan, így önkormányzatunk is örömmel csatlakozott az országos felhíváshoz, pályázatot is nyújtottunk be, kaptunk támogatást a programok megvalósítására, és így együttműködve az intézményünkkel és az önkormányzat külön programokat tudott erre a hétvégére szervezni, kibővítve, megerősítve egymást, és tovább erősítve az összetartozást tulajdonképpen. A hétvége programja az óvodai családi nappal, családi paprikás nappal kezdődött. Azért paprikás nap, mert ugye az óvodában az elmúlt hét az a paprikáról szólt, hiszen Röszke települést meghatározza a fűszerpaprika termesztése, vagyis korábban meghatározta a település jellegéből adódóan a fűszerpaprika, és szerettük volna megismertetni az óvodásokkal is. A szombati nap az a családi nap, és erre építettünk mi tulajdonképpen önkormányzati szinten, kibővítettük az óvodai családi napot, ugrálóvárat, különböző zenés műsorokat szerveztünk a gyerekeknek, mindenféle programokkal várjuk a délután folyamán is a gyermekeket, a közösségi ház udvarán szintén játékos vetélkedő, közös sütés-főzéssel fogadjuk a vendégeket. Tehát tulajdonképpen a mai nap az az ősznek, ennek a szép ősznek utolsó ősz és a szeptember utolsó hétvégéjének az ünnepét, a közösséget jelenti számunkra. Csak egy kicsit szeptember 29-éről, Szent Mihály napjáról is. Itt ugye kifejezetten inkább délután kezdődnek a programok, nyilván arra való tekintettel, hogy késő este fognak befejeződni. Hogyan fog zajlani a vasárnapi program? A vasárnapi program este 7 órakor kezdődik. A vasárnapra tulajdonképpen a tűz és a tűzgyújtás köré próbáltunk összpontosítani, így egy színpadi előadás lesz, táncszínházi előadás lesz este 7 órakor, ami a nomád tűz és a tűz, ezzel kapcsolatos zenét, táncokat mutatja be. Nagyon hangulatossá próbáljuk tenni, fáklyákkal megvilágítva, tehát a tűz köré próbáljuk csoportosítani az előadásokat. A hastáncosaink is fellépnek, ők is egy ilyen szép gyertyás táncot fognak bemutatni, ami szintén a tűzről szól, valamint este pedig tűzzsonglőrök fogják szórakoztatni az ide látogatókat, és este 9:30-kor közösen gyújtjuk meg az összetartozás lángját. Itt most egy szép délelőttöt fognak eltölteni, aztán gyerekek egy kicsit útnak indulnak, ha jól tudom. Hogyan fog záródni itt a program, és mit terveztek még mára? Tulajdonképpen az óvodai program úgy zárul, hogy átbalagunk a Petőfi Sándor Művelődési Ház dísztermébe, és ott a Grimus Színház művészei előadnak nekünk egy mesejátékot, a Róka és a Farkas a Lakodalomban című vidám mesejátékot. Ez mindig nagyon nagy sikert arat felnőttek gyerekek körében egyaránt. Majd pedig délután folytatódik a program a közösségi háznak az udvarán, ahol kemencében lehet sütni, enni a finom lepényt.